Szeretettel köszöntöm a vonal túlsó végén dr. Tímár Tamás tűzoltó őrnagyot, aki csapatvezető helyettesként volt tagja annak a magyar csapatnak, amely segítséget nyújtott Észak-Macedóniának a pusztító erdőtüzek megfékezéséhez. Tisztelettel köszöntöm a hallgatókat. Jó napot kívánok mindenkinek! Július közepétől tomboltak az erdőtüzek Észak-Macedóniában, magas volt a hőmérséklet, és a szél is tovább nehezítette az oltást, a körülményeket. Sok otthon megsemmisült, sokakat evakuáltak, egy ember pedig meg is halt. Az Európai Unió polgári védelmi mechanizmusán keresztül kérte a tagországok segítségét a balkáni állam. Logisztikusok, drónpilóták, mentők és tűzoltók is érkeztek a helyszínre. Tamás, fontos küldetést kaptatok. Július közepére tehető gyakorlatilag az, amikor elkezdődött ez a folyamat Észak-Macedóniában, amit alapból tudni kell erről a nemzetről, hogy jelentősebb terület tartozik hozzájuk, ami nemzetvédelmi terület, virágörökség része és erdős terület, tehát nagy százalékban vannak az ország területi része. És hát időjárásnak köszönhetően annak, hogy nem volt csapadék megfelelő abban a térségben. És hát alkalomattán sajnos azt is el kell mondjam, hogy arra gyanakodtak a helyiek, hogy a gyújtogatásnak az eredménye volt az a helyzet, ami kialakult náluk. 31-én, tehát 15-én kezdődött az egész folyamat. 30-án és 31-én gondolta először az ottani kormányzat, hogy szükség van olyan beavatkozásra, ami meghatároz, vagy meghaladja a helyieknek az erőit, és így gyakorlatilag veszélyhelyzetet, vagy hát State of Crisis nevezetű minősített időszakot hirdetett a kormány 31-én, aminek folyamányaképpen nemzetközi segítséget kért. Ugyebár többféleképpen lehet mozgósítani nemzetközi erőket. Az egyik módja az, hogy az Európai Unió irányításával és az ő koordinálásával és az ő égisze alatt. Viszont ennek van egy másik módja is, ami egy úgynevezett bilaterális együttműködés alapján, ami azt jelenti, hogy a két nemzet között van egy katasztrófa segítségnyújtási egyezmény. És nekünk van ilyen Észak-Macedóniával. Ezáltal ez egy más sztenderek alapján történik, de egy elég gyors mozgósítást tesz lehetővé. Ami folytán gyakorlatilag szerdán, én fönt voltam Budapesten a munkahelyemen, és 10-kor jött egy telefon, hogy megbeszélést kellene tartsunk. Úgyhogy 11-kor tartottunk egy megbeszélést, és elkezdtük tervezni ezt a döntést, hogy ha úgy van, akkor mi felajánlást teszünk. Mármint, hogy mi összeállítjuk magát a szakmai szempontok alapján, továbbítjuk a kormányzatnak, és a kormányzat hivatalosan felajánlja a segítséget, aminek az elfogadása meg is történt szerdán délután, ami azt jelenti, hogy csütörtökön reggel 8-kor, vagyis hát 4 órakor, hajnali 4-kor kerültünk berendelésre az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Ferihegy úti bázisára, és ott a kijelölt állomány és a kijelölt technika az már meg is jelent és föl is sorakozott, tehát gyakorlatilag szerdán 10 órakor kaptam egy telefont, és másnap reggel 4-kor már indult is ez az egész művelet. Részben egyszerű volt gyakorlatilag, mert én tagja vagyok a Hunor hivatásos mentőszervezetnek is, és így a speciális felszerelésem az össze van készítve gyakorlatilag az irodámban, de hát azért természetesen azért még hazamentem, összepakoltam a saját magam kis hátizsákját, hogy mi az, ami szükséges, de miután ez megtörtént, ezután magát az alakulatot, a misszióban résztvevő alakulatnak az összeállítása történt, és hát ennek folyamányaképpen gyakorlatilag 46 fő volt a létszám, és 13 járművel indultunk el gyakorlatilag elsőjén Észak-Macedóniába. Tűzoltósági főfelügyelő úr minket Fülep Zoltán dandártábornok indított útba, és gyakorlatilag annyit kell tudni még magáról az utazásról és a megérkezésről, hogy a törzshöz tartozó felderítő egység egy gépjárműve mi előre mentünk. Én gyakorlatilag a csapatvezetőnek voltam a helyettesek, egy csapatvezető irányította az egész alakulatot, és 2 helyettese volt, és én a nemzetközi helyettes voltam.
míg a társam pedig a tűzoltási műveletekért felelős műveleti csapatvezető helyettes, és én előre mentem Skopjéba, és le is beszéltünk mindent, amit csak tudtunk, gyakorlatilag kiterítettünk abból a szituációban, amit lehetett tudni, illetőleg ennek az volt a nagyon fontos hozadéka, hogy mire megérkezett a konvoj, hiszen ők azért lassabban tudtak jönni, mint mi gyorsított határátlépéssel és kéklámpás felvezetéssel. És mi hamarabb értünk oda, és mire odaért a konvoj és a csapat, addigra már rendelkeztünk azokkal az információkkal, hogy hol lesz a megalakítási helyünk, hol lesz a beavatkozásnak a bázisa, és milyen technikával tudunk dolgozni, hogy hogyan tudunk integrálódni gyakorlatilag abba az irányítási struktúrában, ami náluk megvalósult. Mivel találtátok szembe magatokat kint Észak-Macedóniában, milyen körülmények fogadtak benneteket? Azt szükséges kiemelnem még itt a legelején, hogy borzasztó nagy támogatást kaptunk a Észak-Macedón oldalról. Szóval ez a vendéglátás, meg ez a vendégszeretet, ez borzasztóan magas szinten van az egész országban, de kifejezetten ilyenkor, amikor egy másik országból érkeznek emberek és segítséget nyújtanak, ilyenkor aztán borzasztó hálások, és minden támogatást megadtak nekünk. Viszont amikor mi kiérkeztünk, akkor gyakorlatilag országos szinten 41 gócpontról és 41 aktív tűzvészekről szóltak a jelentések. Hál' Istennek segítségünkre volt az erdészeti szolgálatnak a térkép szelvényei, amiből konkrétan be tudtuk azonosítani, hogy hol vannak az egész országban gyakorlatilag ezek a kritikus tűzfészkek. És mi azért is mentünk előre, mert este még mi elmentünk az ottani operatív vezetéshez egy találkozóra, és átbeszéltük azokat a stratégiai fontos döntéseket, hogy hol tudnánk a leghatékonyabban segíteni neki. És ennek lett az a folyamány, hogy Skopjébe alakítottuk ki a bázist, gyakorlatilag egy szálláshelyen, illetve az ottani egyik tűzoltóságon, az öt tűzoltóságnak az egyikét jelölték ki nekünk, de hál' Istennek nagyon segítőkész kollégákkal tudtuk találkozni, tehát nyilván mindenhol, hogy is mondjam, összetartó a tűzoltó társadalom, de ez is egy, ennek volt az egyik jele, és másnap hajnalban gyakorlatilag már mi készítettük össze a felszerelést, és mentünk ki a kárterületre, ugyanis ez a Breznica településről beszélünk, ez egy 1200 méter magasan egy ilyen természetvédelmi övezet mellett lévő település, és emellett volt egy 18 négyzetkilométeres tűzszakasz, és hát egy akkora tűzfészek gyakorlatilag. Ez 1800 hektár, szóval azért ez egy borzasztóan nagy terület. Mondjuk Békés megyei vonatkozásban mondjuk azt mondom, hogy mondjuk egy jaminai terület, és akkor szerintem ezzel mindent elmondtam körülbelül. És ez a tűzterjedés, ugyebár a változó szélirányoknak köszönhetően azért lehetett vele tervezni, hogy gyakorlatilag merre fog ez haladni. Illetőleg volt a harmadik naptól már volt segítségünk légi tűzoltás vonatkozásában is. És ezt a település részt kellett megvédjük. Ha jól tudom, akkor védelmi sávokat is kellett kialakítani, illetve aktív tűzoltással is segítettétek az észak-macedónokat. Mi volt még a feladat, illetve hogyan tudták ezt kivitelezni a beavatkozók? Ez így ebben a formában teljesen helyes, ugyanis a település részeket, amivel megbíztak a helyiek, hogy védjük meg azt a részt, annak az egyik módja az volt gyakorlatilag, hogy az épületektől számítva mondjuk egy olyan 8-10-12 méteres sávban egy ilyen védelmi sávot kellett képezni. Ez úgy is történhetett, hogy próbáltuk mezőgazdasági gépekkel úgynevezett otthon mondjuk egy ilyen klasszikus tűzoltási vetületben mondjuk egy védőszántást csinálni, de amúgy ez egy erdős területen pedig akkor favágást jelent gyakorlatilag, illetőleg a talajnak az olyan szintű átforgatását, hogy ott azon ne tudjon tovább terjedni az aljnövényzeten, vagy akár az ottani bokros cserjés növényzeten ne tudjon tovább terjedni a tűz. Volt olyan szituáció, amikor gyakorlatilag egyetlen egy utat tudtunk használni, ugyanis ezek azért csak nehéz gépjárművekről beszélünk, erdőtűzoltási képességekkel, terepjáró képességekkel,
de azért azok a hegyi utak, amiken nekünk közlekedni kellett, azoknak egy része nem is volt járható, ezért magát a kárterületet, ahova az első szakaszában a missziónak voltunk irányítva, ott csak egy úton tudtuk megközelíteni, és olyan is volt, amikor gyakorlatilag az az útnak az egyik része borult lángokba. Tehát arra terjedt a tűz, és veszélyeztetve azt, hogy gyakorlatilag nem tudunk lejönni a hegyről, és ebben az esetben pedig az adott mennyiségű oltóvizet azt arra kellett használni, hogy már pedig biztosítsuk magunknak a kvázi menekülési útvonalat föntről a hegyről. Mindez szóval siker... egészen komplexen kellett értékelni folyamatosan. Mindez sikerült, minden tervetek végül is sikerült a 34 fok a hegyes sziklás terep ellenére. Igen. Azt kell, hogy mondjam, hogy sikerült. Három dolog miatt is. Az egyik az, hogy ezt a települést és egy másik település részt, ez gyakorlatilag sikerült megmenteni, ezt így ki lehet jelenteni. A másik dolog az az, hogy a misszió felénél arra kértek minket, hogy települjünk át egy másik kárterülethez közelebb lévő szállásra, egy másik településre. Makedonszki Brod vonzás körzetének az egyik helyén kaptunk szállást, ez is egy felderítésnek az eredménye volt. Oda át tudtunk települni, és ott még a megérkezésünket követően éjszaka kaptunk egy riasztást, hogy egy nemzeti parkban gyakorlatilag ott van egy eléggé durva kialakult helyzet. És így akkor gyakorlatilag már éjszakai műveleteket is végre kellett, hogy hajtsunk, és ennek pedig az volt a legjobb eredménye, hogy volt egy Skopje, tehát a főváros felé történő tűzterjedés, és azt viszont teljes mértékben sikerült megakadályoznunk. A harmadik pedig az, hogy ahova mi áttelepültünk, onnan gyakorlatilag volt egy ilyen pihenő, lakópihenő vezet, gyakorlatilag, mit is tudok mondani, mondjuk olyan, mint Gyula város erdő. Tehát, hogy vannak lakott részei, és van lakott épületek benne, és vannak direkt ilyen nyaraló részek, és azt a települést pedig oda nem terjed, ott még nem volt, tehát azt még nem érte el a tűz, és azt kellett gyakorlatilag megvédjük, és onnan az oda vezető út gyakorlatilag azt a hegygerincet, azt végül sikerült gyakorlatilag 100%-osan eloltani, tehát oda hivatalosan az a tűz, ami most terjedt abban a szakaszban, az biztos, hogy nem érte el ezt a települést, és ezt a három dolgot kiemelve azt kell, hogy mondjam, hogy abszolút sikeresnek mondható a maga a misszió. Ezt gyakorlatilag az is megerősítette, hogy a magyarországi szkopjai nagykövet is el tudott hozzánk látogatni, illetőleg az ottani katasztrófavédelemnek az országos igazgatója is meglátogatta az alakulatot, és ők is elismerően nyilatkoztak. Természetesen stratégiai megbeszéléseket is kellett, hogy tartsunk, illetőleg a tervezés szempontjából is azért ők tudtak nekünk olyan támogatást biztosítani, mint mondjuk mentőhelikopter, vagy mi az tűzoltó helikopterek, vagy esetleg tűzoltó repülők. Ő csapatvezető helyettesként neked, illetve a beavatkozó tagoknak milyen legégetőbb emlékei maradtak onnan? Egymással ezt utólag megosztjátok, vagy mindenki magában dolgozza fel az elmúlt hetek eseményeit? A maga misszió szempontjából lesz egy csoportos kiértékelés, vagyis hát ezek már elkezdődött már ennek a szervezése. Ugyanakkor még hazafele csináltunk egy elektronikus kérdőívet, ahol minden csapattag elmondhatja a véleményét, azt, hogy mit csinált volna másképp esetleg, mi az, amit fejlesztendő területként élt meg, vagy mi az, ami esetleg úgymond benne maradt, mint kimondatlan dolog. Ugyanakkor lesz ennek egy hivatalos, vagy úgymond lehet, hogy lesz egy nem hivatalos kiértékelési része is, mert ez a 46 ember azért azt kell, hogy mondjam, hogy itt a 10-11 napos bevetés alatt így azért összekovácsolódott, mert amennyire úgymond nem ismertük egymást az elején, mert nem mondjuk úgy, hogy a csapat egyik fele ismerte az egyik felét,
annyira összekovácsolódott maga az egész tevékenység. Tehát ez akkora kezdett el minden gördülékenyen működni, amikor már az összes műveleti tevékenységnél is már tudod, nem kell elmondanod a másiknak, hogy mit csinálunk, mert ő is tudja, hogy mit kell csinálni, meg én is, és már nem volt az, hogy át kellett beszélni mindent, hanem mondhatni azt, hogy rutinszerűen ment a dolog. De ez általában így van a missziókban, hogy amikor vége van, addigra működik a leggördülékenyebben, a legjobban. De így ezzel sikerült azt mondom, hogy kijelenteni, hogy a főigazgató úr, vagy a műveleti főigazgató helyettes úr fogadott minket, amikor hazajöttünk, és egy beszédben értékelte az egész missziónak a sikerét és a pozitivitását, és azért ezt jó volt látni a srácokon, hogy azért mindenki büszke erre a dologra. Gratulálok nektek, Tomi, a helytálláshoz, és további sikereket kívánok a munkád és a pályafutásod során. Nagyon-nagyon szépen köszönöm. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen a beszélgetést.